Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello, jó reggel! Szia! Hello! Juli! Júli, igen, valami kínai kungfufilm, Júli. Mi újság, Júli? Új a hajad? Valami történt a hajaddal. Nem, a régi, csak rövidebb. Valami történt. Nem hittem, hogy ezt nem fogod kiszúrni. Mindent kiszúrok. Hajjal kapcsolatban. De ezt kérdezd meg az Annát. Anna, mit szúrtál ki? Az új a haja az Annának, észreveszem. Tehát ha festetted, levágattad, valami történt. Metál. Valamit mit csináltál? Levágattad? Levágattam, igen. Hát múltkor már sehogy nem nézett ki. Most se. Nem. De most egy kicsivel rövid. Jobb ez a rövid. Jobb. Olyan rendezettebb neki. Rendezettebb, így van, úgyhogy elmentem. Anyukás, erősen. Anyukás. Anyukás. Olyan kis odonát. Olyan kis, igen, ondolát, be van rakva egy picit, nem? Hát eleve göndör, nehéz vele mit csinálni, gondolom, nem? Hát igen, meg hát az a baj, hogy itt alul ezek a tincsek, itt valahogy kihagyott a genetika, ez tök egyenes, felül meg göndör, úgyhogy nem lehet sehogy levágni, úgyhogy jól nézzen ki. De hát, a gyerekem ilyen napot rajzol, ahogy most te kinézel. Milyen napot rajzol? Tehát nála ilyen kicsi sugarai vannak a napnak, nagyon mosolyog, és ilyen nagyon kerek. Tehát, hogy ilyen napot rajzol. Hát, hideg van kint? Hideg van kint, igen, de kocsival jöttem megint, úgyhogy most annyira nem éreztem, viszont reggel, amíg kiértünk az autóig, azért rendesen befagyott, aminek be kell fagynia. Jól vezetsz egyébként? Én szerintem most már egészen jól, bár ne röhögje. Emelkedő Feri közelébe, de nagyon kerüljek. Tehát emelkedő nem. Az nehéz, az emelkedő, igen. Figyelj, hát most mit csinálj? Megállsz az emelkedő, olyan sem tud elindulni fölfelé? Hát az, az a baj, tehát hogy mindig veszek, hagyok jó nagy rést a két autó között, és hogyha mondjuk valamiért fékezni kell, akkor nekem el kell csurogni a hátam között. Úgy hívják, nem rés. Nem, követési távolságot hagyok, jó rendben, de abban a pillanatban, ahogy, tehát én például Budára nem nagyon megyek, mert tudom, hogy ott fölfelé kell. Hát ez már egy nehéz. Hát akkor ebből egyszer csináljunk külön témát, mert tudom, hogy nem ezzel készültél, vagy nem ez a mai témát, de azért ez a női vezetés, férfi vezetés, hát ez egy külön téma lehet egyszer, hogy mi az, ami nektek női szemmel egyébként nehéz a mi vezetésünkben, mert mi szegényeket állandóan bántunk, hogy így a nők, úgy a nők, közben vannak tök jó női vezetők, de hogy nőként egyébként ti mit éltek át, amikor három pali állott körülötted, és dudál, és nyomja, te meg ott próbálsz, nem tudom, kanyarodni, azért az egy egyszerű élethelyzet. Ja, nem, most már egyenes úton én is nagyszájú vagyok, megyek, előzök, és ha nőt látok, akkor azt mondja, igen, női vezető, és bevágok elé. De felfelé, tehát az a kézifék, csúszhatott kuplunk, nagyobb gáz, nem megy. Nekem mindig lefullad. És akkor a kopaszigátnál leteszed az autót, onnan megmentek tömegközlekedésre? Ahogy ne sétálunk. Vagy illetve el se indulunk tulajdonképpen, ha Budára, akkor azt hagyjuk. Kiszeli múzeum, tedd le a hegy alján, menjünk földgyalog, engedd. Hát rémálomba illő jelenet volt, van egy felüljáró a keleti pályaudvarnál, és nagy dugó volt. És hagytam jó nagy követési távolságot, gondoltam, hogy mindenki előre megy, és akkor én majd hogy nekifutásból fölmegyek. Hát, de megállt pont a legmeregedett részem, és srácok, még akkor friss jogsíf voltam, behúztam a izét. Itt csak hagyjál a te követési távolságot, ha te nem tudsz jól elindulni a lejtőn, azért, hogy a hátad mögött lévő mennyivel áll meg? Integetni kell, hogy állj meg, mert 4 métert fogok visszagurulni. És a mögöttem lévő megszavazta nekem azt a bizalmat, hogy én majd el fogok tudni indulni. De meg kellett állni középen, tudtam, hogy ha behúzom a kéziféket, akkor innen soha nem fogunk elindulni. Pedig azon múlik, hogy berakod egyesbe, behúzod a kéziféket, az indulástál már nem nyúlsz a váltóhoz, hanem a gáz, kuplung és kézifék fejben ezzel a hármassal. Fejben tudom. Egy nagyobb gázfröccsel csúsztatott kuplunggal indulsz el, nem megy? Azt, nem, hogy benyomom a féket padlóig. Az nem jó. És amikor van a lehetőség, lehet indulni, akkor egy padlom gázzal megindulok. Az nem jó. Sikorognak a kerekek. Ott megtart a kézifék, ott már nem szabadna fékezned, mert az már egy plusz lábhasználat, plusz pedál. Nem húzom be a kéziféket. Be se húzod. Nem, azt nem szabad. Hát pedig az lenne a jó, hogy nem a féket nyomod, hanem kézifék, és úgy indulsz el. Nem húzom be a kéziféket, nyomom a féket, és amikor ideje van, akkor adok egy kövér gázt, és elindulunk, és a gyerekek így csinálnak, hát, hogy juhú, és mindenki boldog. Úgyhogy így aztán teljesen jó. Mondom, egyszer így ezen a felüljáron meg kellett, hogy álljak, srácok, nekem a hátam közepén csorgott a víz. És akkor megvártam, hogy megint legyen egy jó nagy hely előttem, kicsit hátra gurultam, és akkor nyomtam egy jó nagy kövérgázt, a gyerekek nagyon örültek. Ez de jó, és szempont akkor egy a család kirándulásainál, meg az utazásoknál? Hogyne, olyankor a Miró vezet. Gyöngyös, az már egy végén. Mátra, Jézus, a barát Sasvár. Engedj! Hűvösvölgyi útra például csak hétvégén vagyok hajlandó fölmenni, mert akkor tudom, hogy általában nincsen dugó. Én megtanítom neked egy óra alatt.
Itt maradok egyszer veled, elmegyünk, és úgy megtanítom neked, mint a húzat. Nem volt jó az oktatód, tessék? Hát fölmentek a veszélyes ide. Budai hegyekbe. Átmegyünk Budára, átmegyünk Budára. Én tök jól ismerem. Szerintem nagyon hamar elveszítenéd a türelmedet. Egyszer kell elkapnod a jó technikát, ezt megtanítom neked egy óra alatt. Nem mindegy, hogy tanultad meg. Gyere ki hozzánk, Balcsi Zsilinszki útra. Béketér, óriás emelkedő. Ott van egy kis domb, majd arra felmászol. Komolyan szívesen megtanítom neked. Na jó, egyszer ebből csinálunk egy témát, mert ez is érdekes, hogy ti nők tényleg mit láttok, vagy mit tapasztaltok ebből. Igen? Egyetlen gondolat erejéig, mert ez most már egy másik téma, most nyihoghatnánk, vagy akármi, de... Figyelj, minden van, gyors vagyok, te villám. Szoktátok figyelni a gyerekeket játék közben? Lesni? Nagyon sokat. Képzeljétek el, hogy adtam a lányomnak egy telefont, mert hogy nagyon szereti a telefonokat, mindig saját telefonra vágyik, meg ezt kéri, és találtam egy régi telefonomat, odaadtam neki azzal, hogy na tessék, ezzel lehet játszani. És úgy képzeljétek el, hogy tegnap döbbentem, figyeltem, másfél órán keresztül járkált föl alá. Anya, el kell, hogy engedj a partiba, én már nagylány vagyok, én már el kell, hogy engedj ilyen szövegekkel. Uh-huh. De mondta a telefonban, mintha beszélne valakivel? Leteszi, akkor SMS-t ír, leteszi, elküldi, és képzeljétek el, azt láttam, hogy felemeli a telefont és szelfizik. Pedig én ilyet soha az büdös életben nem csináltam még. És sőt, utána arról beszélt, hogy anya, iszonyatosan sokan lájkolják a képemet, mondja ezt a 7 éves lányom, olyat én még soha nem mondtam neki, hogy lájkoljuk, sőt, meg is kérdezte, hogy mit jelent egyébként az, hogy lájkolják a képemet. Hány éves? 7? 7 éves. Jézusom. És így nagyon fú. Títs meg neki az éjjel-nappal Budapestet. Nincs ez. De mindig felveszem. Ez nem baj. De ez egy nem baj, de hát hogy szerintem baj. Tök ciki. Nem. Szerepet játszik. De hogy szerepet játszik, de ez az, hogy ezt tőlünk nem látja. Tehát én magamról soha szelfit, ne hülyeskedj, mindenképpen akkor az orrom. De Juli, ez nem baj, ez már az ő nyelvük. Tehát ez egy digitalizált srácok, fiúk, lányok lesznek, ez nem baj. Tehát ez vagy elutasítod, és nem haladsz vele, és leköröznek, vagy beépíted, integrálod, elmagyarázod neki, és megtanítod. Tud jól használni, megállítani a fejlődést, nem fogod tudni lassítani csak kicsit, akkor nem 7 évesen tudja, 10 évesen, inkább engedd be, tanítsd meg, készítsd fel, hogy ez mi, mondd el neki a jó és a rossz oldalát, mint hogy azt, hogy jaj, ne, ez olyan szörnyű. Hát ebben a világban élünk, mindenki szelfizik, telefont használ, nyomkodja, tehát hogy ebbe már a saját gyerekeinket bele kell integrálni, egyébként ők fognak minket, és mi meg állunk hülyén, és elmegy mellettünk meg a világ. Játék, eljátsza. Eljátsza persze, mert hogy látja egyébként mindenhonnan, meg tök érdekes volt, mondta, hogy anya, az interneten azt írják, hogy cuki vagyok, szerinted is cuki vagyok? És már kaptam egy csomó lájkot, tehát hogy így ilyen nagyon fura, hogy ezt ő hallja, is ezt valószínűleg ott hozza ott, tehát a suliból. Aha, valahonnan hozza, hát mert hogy otthon nem szoktunk ilyesmikről beszélgetni, hogy hány lájkot kapott, mert én is használom a Facebookot, de ezeket így nem, hogy is mondjam, nem mérem. Ő elsős most? Elsős, igen. Hát van ott már, van egy-két gyereknek valószínűleg telefonja, Facebookoznak, keresik egymást, lehet, hogy van egy-két szülő, ahol ezt engedik. Van már a gyereknek 7-8 évesen közösségi oldala, ami egyébként szerintem nem jó, tehát nem így értem azt, hogy integrálni kell, hogy persze csinálunk neked egy közösségi oldalt. De hát ez eljár. Hát sokkal... És milyen érdekes, hogy te félsz tőle, látod? Hogy itt is mi van, hogy a szülő retten meg a dologtól. Tehát a Juli van egy kicsit. Ugye, sok veszély leselkedik rájuk. Tehát te is, neked kell megismerned. Nem, egyébként én állandóan erősítem mind a két gyerekben minden pozitív tulajdonságukat felkiáltó jellel kiemelem. És attól félek, hogy a Lidinek, vagy a fiamnak egy idő után az, hogy mit kap vissza az internetről, mit kap vissza a Facebookról, milyen visszajelzéseket kap, fontosabb lesz, mint az, amit én otthon. Van benne valami. Ez egy jogos félelem. Van benne valami ráadásul. Most 7 évesen azt mondja, hogy anya, egy csomó lájkot kaptam, mi az, de egyébként azt se tudja, hogy mi az, hogy like, csak azt látja, hogy ezek az emberek töltik fel a képeket, de azt nem tudja, hogy mit jelent, hogy föltöltik. De hogy így van. Tök jó, amit mondasz. A te feladatod szerintem a valós önértékelés megadása, hogy aztán ez ne bizonytalanítsa el. De valószínűleg a személyiségének egy pici vagy nagyobb részét ebből fogja összetenni, hiszen nekik ez a nyelvük is így kommunikálnak, hogy feltölt majd egy képet, és ha nem lájkolják elegen, kicsit morci lesz, hogy föltölt egy buliról egy fotót. Az a nagyobb baj, ha a személyisége nagyobb részét majd ebből teszi össze, és nem abból, amit otthonról hoz. Tehát neked tényleg az a feladatod, hogy megerősítsd, és valós önképet adjál nekik. Kevésbé fogja őket például a Facebook vagy a hasonló környezet elbizonytalanítani, szerintem. De félni ettől nem kell, csak felkészíteni erre. Igen. Vagy hogy mennyire valós vagy nem valós az a dolog, ami ott történik. De akadályozni úgyse fogjuk tudni. Ha nem most ez Sofia 10 évesen lesz, ott alszik egy barátnőnél, látja, megcsinálja, előbb-utóbb telefont adsz a kezébe, ma már olyan telefon nehéz adni, mert nincs internet, meg tudod oldani, de hát. Szóval igen, érdekes. Csak ezek a saját oldalak, ezzel még bőven ráérsz. Mi hosszú évekig tiltottuk, és nem engedtük, hogy legyenek is saját oldalak. Hogy tiltottátok? Hát úgy, hogy hát azért... De mi is ellenőriztétek, hogy fent van-e valami? Igen.
Igen, ne legyen, ne legyen saját a gyereknek saját Facebookot, teljesen felesleges. Most is olyan van neki, tehát saját oldala, névvel, fotóval, stb. Nincsen. Aha. De mi ugye elég őszinték vagyunk egymásról, hogy el is mondja a gyerek, de megmondtuk neki, hogy ez miért nem jó. És megértette. Nem örült neki annyira, mert hát egy csomó osztálytársnak már volt, meg van is, meg a többi, de hogy így nem kell. Ezek felesleges dolgok még. De egyébként miért nem kell? Tehát azt nem értem, hogy szóval valahol ugye mindig azt mondják, hogyha az, aki szóval szerintem a Facebook egyébként nem egy akkora mumus, hogyha kiteszek egy képet, és azt a szülőkön kívül még egyébként egy csomó más ember kedveli, akkor hogy is mondjam, azok ilyen önbizalom. Például azért, mert ezek a lájkok, ezek ilyen önállító dolgok, ez igaz értéket nem takar. Tehát ugye az, hogy most a kicsit olyan az egész, hogy te lájkolod az én képemet, én lájkolom a te képedet. Igazából tartalom, érték nincsen benne, nem jelent semmit, és ők mégis az ilyen értéktelen visszajelzésekre építik fel a saját kis életüket, és akkor fölrak egy képet, oké, ez most működött, oké, hát ez most nem működött. Ugyanezt csinálják a felnőttek is. Ez a felnőttek ugyanígy élnek. Föltesz egy képet, ott élsz a közösségi állon, szomorú, hogyha nem lájkolják, hát hány sztár, celeb, hát folyamatosan ugye, ott él, és azt nézi, és mindene a saját Facebook oldala, és totális hamis önértékelésekre alapozva lájkolták 600-an a képét, és örül, mert azt érzi, hogy van 600 barátja, akik nyilván virtuális barátok, és valódi érzelmeket nem tanul meg átadni, nem is vesz át a gyerek. Ezért nincs ezzel baj, a nagyobb baj az, hogy sérülhet is azért. Tehát, hogy a Facebook és ezen közösségi oldalak még nagyobb hibája, hogy közben olyan szintű nyomot tud hagyni a gyerekekben, ugyanis arctalanul tudják egymást bántani, és ez az igazán veszélyes, hogy régen nekünk oda kellett menni a másikhoz, és azt kellett mondani, hogy csúnya vagy, ronda és kövér. Ami azért nem volt egy könnyű élethelyzet, mert ott szembe tudsz állni, meg tudod magad védeni, tudsz védekezni. A Facebook legnagyobb hátránya és legnagyobb veszélye szerintem az pont ez, hogy olyan szintű bántást tudsz összeszedni azért, arctalan, mert kiraksz egy képet. Emberektől. Tehát könnyebben rúgnak bele a gyerekek is ugyan a gyerekbe, hogy arctalanul dagadt vagy, ronda vagy, kövér vagy, hány öngyilkosság van a Facebook miatt, hány tinédzser teszi ebből össze az önértékelését, és ugrik rá bizonyos hidakról, megveti magát volna talán, mert őt bántották a Facebookon. Tehát ad ugyanakkor a gyerekek kezébe egy olyan felületet, ami még gonoszabbá teheti őket, na ez ellen kell felvértezni. És ezt kell neki megtanítani, hogy használja, legyen ügyes, de ne ebből tegye össze az önértékelését. Sok gonosz gyerek van, és könnyebben bántod meg te is a másikat, mikor alá kell kommentelni valamit, egy cikk alá, vagy egy celeb alá, és írsz olyat, amit egyébként nem mersz neki elmondani a szemébe. Tehát a Facebooknak sokkal ez a legnagyobb hátrány, hogy arctalanul írod meg, hogy dögölj meg, kövér vagy, dagat vagy, ronda vagy, utállak, milyen a sminked, nem tudom. És nagyon sok sérülés szednek, és hát erre készítsd inkább. Tiltani nem tudod. És egy nagyon durva virtuális drog, tehát annyira rá lehet csúszni, hogy reggeltől esik más semmi sem fogja érdekelni. Hogy más mit csinált? Ez az életet, hogy azt tud, hogy más mit csinált, és közben nem nézed a sajátodat, vagy nem éled a sajátodat. Igen, meg hogyha kislány milyen fotót tesz föl, tudod. Szóval, hogy hát vigyázni kell. Igen. A váltsunk témát. Jó, várja, igen. Sok, ma sok kicsit van, ezt is szeretem, próbálom tartani a lépést. Igen. Külön órákkal hogy álltok? Járok sokat. Igen, tudom. Próbálunk megy az origami? Előre a matekor repetálás, kicsit elmadarozik. Nálunk csak sport van. Csak sport. De ez csak nem külön óra, olyan hülyeség, ők akarják. Kézilabdázni jár a Panyessoma, meg tornára. De ők akarják, hogy ad menjenek. Nálatok foci? Ott foci van. Sok minden van. Matek és angol. És a gyereknek, Jani? A gyereknek semmi. Majd ha megkeresi rá a pénzt, nem tudom követni az akciókat a Pennyben. Nekünk Ovicsnak egy picit más, tehát Ovi judo, Ovi foci, az más, még csak de jó. Az Oviban állunk is, ami pluszba jársz. Hát a pluszba jár, ő 5-től 6-ig vagy 4-től 5-ig jár még focizni, judóra jár, van Ovi angol pluszban, nem jár. Hát az Oviban nő még ezt kielégítjük, tehát nem kell plusz. Iskolai előkészítőre erre egy héten egyszer. Jó, hát ezt pontosan tudjátok egyébként, mert sokszor idézett Vekkerdit, hogy Vekkerdi szerint az óvodában nem lenne szabad külön órákra vinni a gyerekeket, még sportra sem, sőt egészen ő azt mondja, hogy harmadikos korig, általános iskolás korig nem kellene a külön óra, mert hogy tulajdonképpen addigra érnek be, addigra válnak iskola éretté a gyerekek. És őszintén szóval jó, én is szentségtörő vagyok, mert az óvodában vittem a gyerekeket úszni, de most, hogy elkezdték az iskolát, pontosabban a Lidi kezdte, a Milán már másodikos, a Lidi az egy végletekig terhelhető kis csaj, elképesztő energiakapacitása van vele, nincsen gond, tudtuk, hogy az iskola után is kell neki valami elfoglaltság, mert különben az jár egész nap a gyerek.
Igen. Tehát le kell vezetni. Igen. Így van, meg viszont a Milán... bulik, ugye, a sok Facebook-lás, lájkolás, SMS-es. Így van, szelfizés. A Milánnál viszont én gondba vagyok, és ti mit tennétek a helyemben. Na. A Mimi egy viszonylag fáradékony gyerek. Ő most másodikos, de én még mindig úgy érzem, hogy nem, még mindig nem iskola érett. Elég szétszórt... Ő a Milán most? Igen, Milán. Uh-huh. Elég szétszórt kisfiú. Iskola után én már azt érzem, hogy haza kell vinni, egy kicsit le kell rakni, hogy lenyugodjon, kisimuljanak körülötte a dolgok. Külön órákra se szívesen járna, azt veszem rajta észre, mert hogy egyszerűen nyűgös lesz a gyerek délután. Okay, de várjának, hazamegyünk, és a gyerek egy picit tengleng, majd azt mondja, hogy anya, játszatok a számítógéppel? Nem. Függ. Jó, akkor nem játszok a számítógéppel, akkor hagyd nézzem a tévét. Hát minél jó, nézd egy kicsit a tévét. Akkor unatkozom. Tehát, hogy azt látom rajta, hogy... Na várj, de mi a valós probléma? Tehát a valós probléma az, hogy elmaradás van az iskolában, de nem akar délután tanulni, hogy figyelemzavaros, nem tudod leültetni, még feladatokat megoldani, mert tévét néz, vagy sokat nézi a tévét, és le akarod arról hozni, hogy inkább sportoljon. Tehát mi a baj? Nem értem. Az a probléma, igen? Hogy arra, hogy elvigyem mondjuk egy külön sportra, aha, tehát hogy délután programokat csináljak neki, azt veszem észre, hogy a gyerek fáradékony, de ugyanakkor otthon se találja meg a számítását. Ez motivációs hiány. De milyen motivációs hiány? Az, hogy nem érdekli a gyereket semmi ebben a pillanatban, nem tudtátok felkelteni az érdeklődését semmi iránt. Arra van energiája, hogy leüljön a számítógépbe és mondjuk játszom vele? Vagy arra van, hogy tévét nézzem? Mert ő nem lefeküdni akar, és nem pihenni akar, mert hogy fáradt, hanem olyan dolgokkal akar foglalkozni, amikhez gyakorlatilag nem kell energiákat mozgósítania. Okay. És ezek szellemi energiák, nem fizikaiak. Akkor szerinted vigyem el a gyereket sportolni? Így van. Jár. Azokon a napokon egyszer, hétfőn szerdán. Iskolában? Igen. Tehát még benne a suliban? Még benne a suliban. Szereti? Szereti, egyébként tök jól el van. Az a bajom, hogy onnantól kezdve attól félek, hogy beviszem mondjuk egy egyesületbe, amiről már veled is beszélgettünk, hogy hogyan lehet egy gyereknek fenntartani az érdeklődését mondjuk egy külön óra vagy egy sport iránt, hogy meg kell találni azt, hogy ez izgalmas és kihívás legyen neki. A Milán például atlétizál, és attól félek, ha elviszem egy egyesületbe, ott elkezdődik az, hogy fúzdakört, és a második hónap után elmegy az egésztől a kedve. Valami játékosabbat kell találni, de nem feltétlenül sportban kell gondolkodni szerintem. Lehet ez valamilyen szellemi tevékenység is. Tehát nem kell, nem mozgásban kell alapvetően. Hát van ott azért, hát van én úgy tudom, hogy ennek a korosztálynak leginkább a mozgás hiányzik az életében. Én szerintem a szellemi teljesítményt megadja az iskola. Szerintem ami ilyen korban gondolkodni kell, az inkább a mozgás. Tehát amire az agyuknak szükség van, az az oxigén. Hogy felvegye azt, amit napközben tanul, hogy megértse, hogy tudjon memorizálni. Tehát amire neked ebben a korban még törekedni kell, az nem plusz szellemi terhelés, mert kizsákmányolják őket az iskolába, bőven nem tudom milyen suliba járni, már suli függő is. Tehát valami olyan aktivitás, és ebben a Janinak tök igaza van, amit szívesen csinál, ami motiválja, ami építi a személyiségét, és igen, akkor el kell vinni. Tehát én is megszenvedtem, megfogom szerintem, de igen, akkor elviszed ide, megmutatod, nem tetszik, elmész tovább. Az se jó, hogy a gyerek mindenre azt mondja, hogy nem tetszik, és te a végletekig hagyod, hogy semmit ne válasszon. Tehát előbb-utóbb szerintem a középutat kell, és azt kell mondani, hogy oké, az elején szeretted, nem hagyom, hogy abba hagyd, mert a nem hagyom, hogy abba hagyd, legalább akkora tanulás van, mint az, hogy valami belekényszerített. Tehát igen, találjon egyet, és azt utána végig csináltatod vele, és ha abba akarja hagyni, se engeded. Mert utána átlendül egy holdponton, és előbb-utóbb utána belejön. De ez a nem csinálom tovább, nincs erőm, ettől nem fejlődik a személyiség. A tévé a gyógyírá, azt szerintem az marha nagy hiba. Csak visszatérve egy mondat, ez az abbahagyás, az olimpiai bajnokok között volt egy ilyen felmérés. Az olimpiai bajnokok, a világ olimpiai bajnokainak 60%-a abba akarta hagyni a sportot, hogyne? És soha nem lett volna vele. Tehát ezt nyomnod kell. De az, hogy te például a számítógépet és a tévét ilyen formátumban engedett, hogy az a mindigi menekülő útvonal, az a legrosszabb. Tudod, mi a jó? Ha néha megengeded, néha nem, azt a gyerek nem érti. Tehát a jó, ha adsz egy szabályrendszert, és azt mondod neki például, hogy hétvégén nézhet tévét. Akkor a gyerek azonnal tudja, mihez viszonyítani. Ha azt mondod neki, hogy sok édességet eszik, akkor azt mondod, hogy hétköznap nincs édesség, hétvégén van. Már van egy keret, amit a gyerek is megért. Ha olyan hangulatod vagy, engedett tévézni, most kicsit dühös, hogy azt mondod, fél, ne tévézz, csinálj inkább más, akkor a gyerek nem látja a következetességet. Állíts fel egy szabályrendszert, amihez a gyerek tud alkalmazkodni, és mondd azt neki, hogy figyelj, hétköznap van, nincs tévé, két hétig lázadni fog, megérti. Hétvégén tévézhet, hétvégén kitévézi magát, már nem fog neki annyira hiányozni, de tudod motiválni, hogy hétköznap egyébként valami mást kell csinálni. Tehát szerintem a tévé, abban igazán Aninak, meg a számítógép, az mind-mind pótcselekvés, viszont brutális függőség, és előbb-utóbb nem fogod tudni kimozdítani, mert annyira függő lesz a gyerek, hogy nem fogja érdekelni a sport, mert az a képi világ, az a mese, az a film, elvisz az állandóan elvisz mindent.
Tehát egyértelmű szabályrendszer, minimalizálni laptop tévé, én nagyon tévés laptop ellenes vagyok, tehát nálunk nagyon kevés van, úgy alszik el a gyerek, néz egy mesét, utána mesélünk neki, de hétköznap nincs laptop, nincs telefon, semmi, mert rákattannak, iszonyatosan addiktív. Csak hétvégére tolod, ott megengeded neki, viszont cserébe elvársz dolgokat, hogy hétköznap csinálja meg. És a gyereket motiválod, szabályrendszerbe teszed, de egyben tudja ő is, hogy ha ezt megcsinálja, akkor megvan a jutalom. Ő is, neki is van érdeke valamiért megcsinálni. Ne a puszta tiltás legyen, hanem állítsd választót elé, mondd azt neki, hogy, hogy nem tévészhetsz, nem számítógéphez, de helyette választhatsz valami más. Van. Nem veszem el tőled, hétvégén megkapod, ez az új szabály, viszont hétköznap akkor elmegyünk, elviszed úszni. Nyilván tudod, hogy mihez van affinitás, ami az, ami érdeklődik, meg kell találni, abban lehet valami. Hát még nem Budára. Például, az neked is tanulás. Elhozod, amíg megtanítal a kézifékkel elindulni, beültetjük a hátsülésre, röhög egyet, és lehet, hogy autóversenyezni akar utána. Tehát igen, nekünk szülőknek az a dolgunk, hogy megtaláljuk a gyerek azon képességét, amiben ő jól érzi magát. Minden gyerekben benne van, csak ki kell hozni, meg kell találni. Igen, ez nekem is nagy parám, hogy vajon megtalálom-e azt, amit igen, a Benni legjobban akar. Egyébként fontos ez is, ugye, hogy vannak gyerekek, akik egész egyszerűen kitűnnek a tehetségükkel. Ott nyilván az a dolgot, hogy támogasd ezt a tehetséget. Azok olyan szerencsés szülők, akik már 6 évesen a gyerek brutális egy sportban megtalálta és csinálja, és tényleg tehetséges. Van ilyen szerencsés, hát van, akinek ezt keresni vagy kutatni de kell. De nálunk például szerintem mind a két gyermekem, bár természetesen ők a legtökéletesebbek, de hogy nincsen valami olyan dolog, amire így azt mondanám, hogy azt a őna ez az. De ez nem baj. Sírre kell tennem, és amit mondtál, hogy akkor viszont mondjam neki azt, hogy ezt végig kell csinálni. Miért erőszakoljak rá valami olyan? Nem, azt mondom, hogyha valamiben megtalálja az érdeklődését, elkezd focizni, de 2 hét múlva abba akarja hagyni, na azt nem szabad de hagyni. Valamiben belenyomni, ami nem érdekli. Tessék? De akkor ezek szerint ez nem az érdeklődése. Ez egy jó kérdés, hogy meddig hagyod a gyereket, hogy minden iránt érdeklődjön, és hol van az, ahol beleállsz, és azt mondod, hogy már pedig erre járni kell. Szerintem valamiféle szülői szigor itt is kell. Nekem a Benni nagyon élvezette focizni, tegnap kitalálta, hogy soha többet nem megy. És utáltam magam, de azt mondtam, hogy de most én leviszlek, és fél óra után a gyerek vidáman rohangál, de ha hagyom, hogy ne menjen, akkor azzal arra sarkalom, hogy az élet olyan, hogy előbb-utóbb bármire, ha nincs kedvem, nem csinálom meg. Ez felnőtt korban nagyon sok kudarcot fog okozni. Ha viszont beleállítod és kicsit finoman belenyomkodod a fejét, akkor adsz később egy olyan őrtértékelés, és ezért után átbeszéltük, hogy látod, milyen jó, hogy elmentél, látod, hány gólt lőttél, látod, milyen jó, hogy nem adtad föl, és beleálltál. És a gyereken láttam, hogy érti, hogy mi a különbség, 6 évesen nem elmenni valóba is föladni, vagy nincs kedvem, de elmegyek, beleállok, viszont utána tök jól esik hazamenni, hogy elmentem. Tehát ebben a korban ezt már nagyon el kell kezdeni. Presszionálni és megtanítani a két út között, ha választ, annak milyen eshetőségei vannak később. És ezt ők értik egyébként. Hát éppenséggel az óvodópedagógusok azt mondják, hogy ebben az életkorban, mikor a Benni van például, hogy ilyenkor még abszolút szalmalánk típusúak, és hagyni kell, hogy egy kicsit sorolódjanak. Persze, ha most tízszer elmondja, nem mondja, fogom sírva edzéssel vinni. Persze. Egy idő után a gyereket állandóan, hogy is mondjam, presszionálni fogod, ő behúzza a fülét, farkát, mert tudja, hogy mit vársz tőle, lesz benne egy görcs, hogyne. Lesz benne egy kényszer. Tehát ez nagy melő a szülői lét, hogy honnan válik erőltetetté, honnan erőltetett, honnan van fizikai kényszer, honnan teszed tönkre lelkileg. Ez egy baromi nehéz dolog, ha ugyanúgy tanulsz a gyerekkel együtt. Ő néz rá, te nézel rá az óvodába, és gondolkozol, hogy most jó szülő vagyok, hogy elviszem, vagy hagyjam, hogy menjen haza, és még otthon rohangáljon. Hát ezek rohadt nehéz kérdések, és naponta szembesülsz 6 ilyennel. De hát valamit látnod kell benne, tehát valahova el kell vinni előbb-utóbb. Szerintem. Mozogjon, anyja, menj vele, vidd el, bringázz vele, fuss vele, igen, vidd ki a margit. Együtt dolgot, csináld együtt. Fontos. Így van. Nem vagy ilyen, tök jó szülő vagy, csak vannak kérdéseid, de mindenkiben vannak ilyen dilemmák szerintem. Nem, azt nem értem, vagy egyelőre azt nem érzem, hogy nagyon rá kellene bármi olyasmit erőltetnem, amit egyébként magától nem szívesen csinálna, úgyhogy ezért vagyok most egy picit gondban. Nem kell erőltetni, de nagyon vigyázz, hogy a nem rá erőltetett időben tartalmas alternatívát adjál, és ne hagyd, hogy a tévé és a laptop előtt üljön, mert nem, rá fog kattani, és nem azt tudod leszedni később. De... Tehát azt nagyon minimalizálni igen. kell szerintem. Jó, és még mindig ott van az állami gondozás. Lakásos egyhetes. Én imádom, hogy ezeket te így hangosan gondolkozol, és ezeket behozod, mert szerintem minden szülő dilemmája ez, hogy bennem van a hiba, hogy nem találtam, a gyerekben van, hova vigyem, mit csináljak vele, jaj, de jó lenne, ha valamiben már tehetséges igen. lenne, vagy már valamit találnék neki, nem vagy lemaradva semmiről, ez 15-10 év múlva sokkal jobb probléma lesz, 6-7 évesen ez még semmiről nem késtél le, szerintem. Már 8. Jó, rohan az jó. Akkor igen. Jó, Gyuli, te izgalmas ez. Igen. Köszi, hogy elmondtad. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.